Cseh Dániel. Emléklap és kis szalag is járt az ültetendő facsemete mellé minden családnak a fái lakótelepen. A vártnál többen jöttek el a rossz idő ellenére is, hogy kettős cél teljesítsenek. Egyrészt a jövő környezetének védelméért tegyenek, másrészt emléket ültessenek egy-egy fával saját gyermekük születésének. A családok egyöntetű véleménye szerint minden elültetett fa erősíti a kötődést a városhoz. Nagyon örültünk neki, nagyon tetszik az ötlet, nagyon jó indítatás. Én úgy tudom, hogy ez nem a legelső ilyen év, hogy ültetnek ilyen fákat, de örülök neki, hogy meg tudom neki mutatni, hogy van egy ilyen fája, hogy amikor kicsit nagyobb lesz, és már tudja, hogy mi ez, meg miről szól ez, akkor biztos, hogy többször el fogunk jönni ide, és meg fogom mutatni neki, hogy ez a fa, ez neki lett ültetve, és ahogy a fa nő, úgy nő is, úgyhogy ez nagyon jó ötlet. Azt gondoljuk, hogy azért fontos a gyermekek számára a fa ültetés, mert Bonyhádon szeretnénk, hogyha ő is itt nőne fel, és hogyha, hát igazából ez egy emlék lesz számára. Hogyha felnő, akkor akárha szeretne, akkor el tud majd ide sétálni, és egy örök emlék lesz neki az, hogy gyermekkorában ültettünk egy életfát neki. És szeretnénk úgy nevelni, hogy Bonyhád örökre a szívében egy olyan település legyen, hogy ő ide született, itt nőtt fel, és szívesen jöjjön vissza, bárhova viszi is a sorsőt. Az akció szervezésében Bonyhád város önkormányzata mellett a Kolónia Alapítvány is kivette a részét. Az együttműködés eredménye, hogy 12 esztendeje folyik a város fásítási programja. Tesszük ezt azért, mert nagyon fontosak számunkra a családok, hogy az újszülött gyerekek szülei kapnak egy olyan lehetőséget, hogyha igénylik, és van rá lehetőségük, akkor egy fával tudják a gyermekük növekedését és felcseperedését is szimbolizálni. Az idén 62 ilyen szülő jelentkezett az önkormányzatnál. Fontosnak érezzük azt, hogy ezek a faültetések megvalósuljanak, mert gyakorlatilag ezzel a gyerekek még jobban kötődnek a városukhoz, és tudja mindenki, hogy ki melyik fával rendelkezik, melyik fát birtokolja, és látja, hogy hogyan nő a fa, ezáltal őt is szimbolizálja az ő növekedését. Fontosnak tartjuk azt, hogy a szülők a faültetések után is visszajárjanak a fákhoz, piknikezzenek alatta esetleg, és tudatosítják a gyerekekkel azt, hogy ez az övéké, és hogy ez az ő születésüket jelképezi. De nem csak a fái lakótelep gazdagodott számos facsemetével ezen a délelőttön. Nem messze az előző helyszíntől gyerekzsivaj közepette lelt új otthonra jó néhány facsemete. Az alkalom arra is jó volt, hogy megmutassák a gyerekeknek, hogyan kell elültetni és kezelni egy kis fát. A város igyekszik minél több zöld felületet biztosítani az itt élők számára, ezért minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy facsemetéket is tudjunk ültetni, illetve zöldíteni tudjuk a várost. 70 darab facsemetét igényeltünk. A pályázat során kőrist, hárs és juharfákat igényeltünk, mert a város több pontján ültettünk el, így például a Forberger utca folytatásában az elkerülő út mentén ültettünk 20 darab csemetét, ott nagyrészt önkéntesekkel ültettük el a fákat, illetve egészen pici óvodáskorú gyerekeinkkel. A másik két helyszínen, illetve három helyszínen a Völcségpatak mentén, illetve a Gyár utcai pihenőpark mellett a fasorba, és itt most a mostani helyszínen a Bezeréd, illetve Kolta László utca kereszteződésében a fasorba általános iskolásokat vontunk be az ültetés során, ezzel is szemléltetve azt, hogy milyen fontos a fák szerepe itt a városi környezetben. A gyerekek közül volt olyan, aki már jelentős tapasztalatokkal bírta a fagondozás területén. Otthon már nagyon sok van, mert vettünk egy házat, és ott nagyon sok van. És ezt tudod, hogy itt miért ültettetek fel? Hát, hogy az oxigén legyen, meg még azért, mert jó levegő, meg hogy megtartja a földet, meg ezekért. De ezt a jövőben fel tudjuk használni. Hát, hogyha olyan munkánk lesz. A most elültetett csemeték egy védőfalat képeznek majd a jövőben. Ennek a célja egy védőfasor kialakítása. Ugye az ipari park bővülésével úgymond kötelező előírás is az, hogy védjük az itt élőket, és a fák szerepe ebben az, hogy ugye a port, illetve a zajt felfogják. És mivel most adódott ez a lehetőség, ugye ha most elültetjük a fákat, mire az ipari park bővítése elér erre a szintre, addig ezek a fák már megerősödnek, és el tudják látni funkcióikat.
A gyerekeket azért vontuk be a programba, hogy ők is lássák egyrészt, hogy, hogy is kerül a fa, miként nő majd meg, illetve hogy ugye ezzel munka van. Az is, hogy most elültetjük, ezeket ki is kell karózni, mulcsot kell köré szórni, és egyfajta szemléletmód is számukra, hogy nem csak a tankönyvekből tanulhatják meg, de itt a helyszínen részt is vehetnek az ültetésben. A település a jövőben tovább folytatja az ültetési programot, újabb újszülöttek kaphatnak fákat a város területén, és a zöldítési program keretében arra készülnek, hogy még jobb legyen a levegő Ponyhádon.